Üdvözöllek benneteket! Miután az előző videóban megismerkedtünk a kör terület képletével, nézzük akkor most ezt a képletet, hogyan alkalmazzuk bizonyos feladatokban. Mielőtt belevágnánk, emlékezzünk vissza. A kör területe R négyzetszer pi, vagyis szükség lesz a sugárnak a négyzetére. Emlékezzünk vissza, amit már megtanultunk, a számok négyzetét. Úgy gondolom, hogy nem lesz probléma az első 10 szám négyzete, hiszen a szorzótáblát ismerjük. A 11-től 20-ig tartó számok négyzetei már keményebb dió. Ha elfelejtettük volna, akkor most itt az alkalom, hogy egy kicsit átismételjük. Vágjunk akkor bele, és nézzük a feladatokat. Az első feladatunk így szól. Számítsd ki a 14 cm-es sugarú kör területét. Láttunk már ilyen jellegű feladatot. Az első dolgunk, hogy felrajzoljuk a kört, sugarunk van, és felírjuk azokat az adatokat, amelyekkel rendelkezünk. Sugár egyenlő 14 cm. Mi az, amit keresünk? Keressük a körnek a területét. A képlet, mert használunk, terület egyenlő R négyzetszer pi. Helyettesítsünk be. Terület egyenlő, a sugár helyett írom 14 a négyzet, 14 az a négyzeten és pi. Mivel a feladat nem említi külön a pi-nek az értékét, ezért most meghagyjuk így. 14-nek a négyzetét, emlékezünk vissza arra a kis táblázatra, megtanultuk, 196, a pi-t csak lemásoljuk, és figyeljünk a mértékegységre, mivel területről van szó, akkor négyzetcentimétert írunk. Abban az esetben, hogyha a sugár más mértékegységben lett volna megadva, akkor a négyzetcentiméterünk is változna. Ha például deciméterben, akkor négyzetdeciméter. A lényeg az, hogy mindenféleképpen a négyzeteket ne felejtsük el. Az első feladat után nézzünk egy picit nehezebbet. Ugyanaz a feladattípus, tudjuk a sugarat, és ki kell számítani a körnek a területét. Azzal a különbséggel, hogy a sugár most egy racionális és egy irracionális szám segítségével lett fölírva. Ugyanúgy keressük a területet, ugyanúgy a képletünk R négyzetszer pi. Itt kezd egy kicsit érdekessé válni a dolog. Amikor behelyettesítünk, a sugár helyett írjuk az 5-ször gyök 3-at, mivel ezt négyzetre kell, hogy emeljük, ne felejtsük el a zárójelbe tenni az 5-ször gyök 3-at, és a pi-t csak lemásoljuk. A négyzet tudjuk, hogy vonatkozik mind a két számra, úgy az 5-ösre, mint a gyök 3-ra. Éppen ezért először négyzetre emeljük az 5-öt, 5 a négyzeten az 25. Amikor a gyök 3-at négyzetre szeretnénk emelni, tanultuk, hogy a gyök és a négyzet egymást egyszerűsíti, megmarad csak a 3-as, illetve a pi-t csak lemásoljuk. Összeszorozzuk a 25-öt és a 3-at, és megkaptuk, hogy a terület 75 pi négyzetcentiméter. A harmadik feladatunkban már nem a sugarat, hanem az átmérőt tudjuk. 20 cm-es átmérőjű kör területét kell kiszámítanunk, és itt már láthatjuk, hogy a pi megközelítő értéke is jelentkezik, a 3,14. Amikor rajzoljuk a kezdő rajzunkat, akkor most nem a sugarat, hanem az átmérőt rajzoljuk meg. Fölírjuk az adatokat. Az átmérő 20 cm. Mit kell kiszámítani? A kör területét, viszont a kör területéhez először is a sugárra van szükség. Ezzel is fogjuk kezdeni a feladatot. Tudjuk, hogy az átmérő kétszeres a sugárnak, vagy ha megfordítjuk, a sugár fele az átmérőnek. Ha az átmérő 20 cm, 20-nak a fele 10 cm. Miután a sugarat kiszámoltuk, hozzáfoghatunk a terület számításához. A képletünk R négyzetszer pi. Helyettesítsünk be. A sugár helyett most már írom a 10-et, hiszen kiszámoltuk, négyzet, és egyelőre még meghagyom a pi-t, 10 a négyzeten a 100 pi. Ha nem lenne itt, hogy 3,14 a pi megközelítő értéke, akkor a területünk nyugodtan maradhatna ilyen formában. Viszont tudjuk, hogy a pi az 3,14, így tovább kell számolnom. A 100-at meg kell, hogy szorozzam 3,14-jel. Hogyan szorzunk 100-zal? Tizedes számot, úgyhogy a tizedes veszőt két helyjel elvisszük jobbra. Ha a tizedes veszőt kiviszem a végére, akkor megkapom, hogy a terület 314 négyzetcentiméter. Ugyanezt a feladatot megoldhattuk pár lépéssel rövidebben is,
hogyha a pi helyére rögtön behelyettesítettük volna a 3,14-et, kiszakarva számoltam ki külön, éppen azért, hogy látszódjon az elsődleges eredmény, amit az esetek több részében használunk majd. És végezetül nézzük mai videónk utolsó feladatát. Számíts ki a 4x gyök 7 cm-es átmérőjű kör területét, ha a pi megközelítő értéke 22 heted. Nagyon hasonló feladat, mint az előző. Most is az átmérőt tudjuk. Föl is írjuk kezdő adatként, a D-nek az értéke 4x gyök 7 cm. Annyi különbség az előző feladathoz viszonyítva, hogy a D most egy racionális és egy irracionális szám szorzataként adott. Keressük a kör területét, viszont láthattuk, hogy a kör területéhez először is ki kell számítanunk a körnek a sugarát. Mivel tudjuk a kör átmérőjét, és tudjuk, hogy a sugár az átmérőnek a fele, ezt a 4x gyök 7-et el kell, hogy osszuk 2-vel. Vigyázzunk, csak a racionális részt fogjuk osztani, az irracionális az megmarad, tehát 4x gyök 7-nek a fele az egyszerűen csak 2x gyök 7. Így ki is számítottuk a sugárnak az értékét. Miután adott a sugár, most már hozzáfoghatunk a terület számításához. A képletünk R négyzetszer pi. Helyettesítsünk be, figyeljünk arra, hogy a sugár úgy szintén két részből áll, 2x gyök 7. És ezt négyzetre kell emelni, és most rögtön behelyettesítjük a pi-t, ami jelen esetben 22 heted. Az első dolgunk, hogy megoldjuk ezt a zárójelet, illetve a zárójelnek a négyzetre emelését. Tudjuk, hogy a négyzet mind a két tagra vonatkozik, a 2-re is, illetve a gyök 7-re is. A területem ezek szerint 2 a négyzeten az 4, a gyök 7 a négyzeten a gyök és a négyzet leegyszerűsül, megmarad csak a 7, és lemásolom hozzá a 22 hetedet. Mivel tölt szerepel a kifejezésben, leellenőzöm, hogy lehet egyszerűsíteni. Igen, a két hetes szépen leegyszerűsül, és megmaradt, hogy a terület 4x22, vagyis 88 négyzetcentiméter. És ki is számoltuk a kért területet. Ennyi lett volna ebben a kis videóban. Köszönöm a figyelmeteket!